Hadszoljon! A Klubrádió túlélési gyakorlata. Az elmúlt hónapokban is ismét a figyelem középpontjába került a magyar gazdaság állapota, és akivel erről rendszeresen beszélgetünk a Klubrádióban, az Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Mindaz, ami... 30 évvel ezelőtt történt, az alapjaiban változtatta meg azért a magyar gazdaságot és a magyar gazdasági életet. És önöknek volt, hogy úgy mondjam, annyi mentségük, hogy egy teljesen járatlan utat jártak be, és most is a kritikák keresztüzében van a magyar gazdaság, csak éppen egy bejáratott piacgazdaság esetében hangzik el az, hogy nincs kézzelfogható vagy átgondolt rendszer szemléletű gazdaságpolitika. Ezt ön is gyakran felemlegeti, különösen a pénzügyek területén. Így van, és nagyon örülök, hogy az indítás nem az volt, hogy nem volt rendszerváltozás, ezt szoktam hallani az utcán. Hanem igenis, persze 30 évvel ezelőtt volt, mégpedig hát egy négy évtized, bár az se volt homogén, lezárult, mert le kellett zárulnia, 88-89-90-ben már mindenképpen, Azért úgy látom, hogy minden korszaknak megvannak a maga kihívásai, és mindenkinek a saját feladatát kell elvégezni. Mi abban a helyzetben a miénket kaptuk meg, nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt, fizikailag is, emberileg is, mindenfajta szempontból, most se annyira könnyű, mert lehet de hát rossz döntést önök, hozni. Önökre egy járatlan utat jártak végig, tehát tulajdonképpen úttörő szerepük volt. Ez egy kis felmentést is adna, mert az ember hibázik, akkor azt mondják, hogy nem volt tankönyv, de én nem, a fel, nem magamat akarom felmenteni, és azt gondolom, hogy amit én megtanultam hibáimból, és hát a sikerekből, azt az ember desztillálja, és akkor hát fölkínálja a következőknek, ha akarják. Ha nem akarják, mert mindent tudnak, sőt jobban tudnak, no hát akkor persze lehet a feladat bármilyen, annak a vége nem lesz túl jó. Mégis azt uh, talán nem túlzás kijelenteni, hogy a gazdaságpolitika soha ennyire nem volt politika vezérelt, mint most, és hát ez vezet a hibák egy részéhez. Politika vezérelt, ami azért túlzás, mert hát persze gazdaságpolitika-politika nélkül nincsen. És nagyon personális. Tehát egy embernek a, a döntéseitől és a, a beidegződéseitől, a téveszmétől, a rossz iskolázottságától, sok mindentől függ, és ezért kiszámíthatatlan. Már például a gazdaság sok mindent szeret, a, de a kiszámíthatatlanságot egyáltalán nem szereti. Most olyan olyan gyors változásokat látok, amelyeket nem indokolnak a külső körülmények. A külső körülmények azok sok változást indokolnak, de az iránytű azért az. Az, hát az annak ugyanannak kell lenni. Ha az ember tudja, hogy mitől tér el, akkor tudja, hogy merre van észak és merre van dél. Na, ha kellene, hogy legyen egy ilyen iránytű, de mondjuk például az elmúlt 30 évnek van egy nagy adóssága, nevezetesen, hogyha a miniszterelnök azt mondja, hogy erre költünk x milliárdot, vagy arra y milliárdot, azt nem érzi sajátjának az állampolgár. Tehát az a tudatosság, hogy a kormány nem a saját pénzét költi, és nem ajándékot ad az adófizetőknek, hanem az nagyon is az az állampolgárok pénze, amivel gazdálkodik. Tehát ez a fajta tudatosság, ez még mindig hiányzik Magyarországról. Hát a tanár embernek különösen fáj, mert hiszen mi ezt tanítjuk, hát az elég magától értetődik, hogy a kormánynak nincsen saját bevétele, az adót beszedi, aztán szétosztja. És ez a gazdaságpolitika lényege, hogy kire rakja a terheket, és ki kap belőle. kap -e belőle a jövő, a kutatás, a fejlesztés, az útépítés, a tiszta környezet, ami a jövő? Vagy pedig csak a jelen kap belőle, az, aki éppen ott van közel a tűzhöz. De ezek óriási problémák. Nem könnyű máshol sem, de talán ahol nem volt megszakítatlan a fejlődés, ott azért kiépült az generációkról, hogy az emberek tudták, hogy ők tartják el a tisztviselőt, a megyeit, a járásit, az országos. Tehát nálunk ezek a rezsimek jöttek, mentek, és hát valóban ott tartunk most, hogy az emberek azt hiszik, ha a nyugdíjat ad valaki, akkor azt ő adja. Hát azt nem ő adja, hát a befizetésből megy a nyugdíj. Vagy, ami a rosszabb eset, a jövőnek a terhére mert hiszen ha deficit van, és ez most a beszélgetés pillanatában is, meg tavaly is, meg azelőtt is, meg azelőtt is, most már negyedik éve tart ez a mértéktelen deficit, ami azt jelenti, hogy mértéktelenül meg lesz terhelve a gyerekünk, unokáinknak a, a pénztárcája, büdzséje, az fogja viselni mindezt. Ön közgazdászként nagyon sokszor megkongatja a vészharangot, például itt a klubrádióban, de vajon van -e ennek foganatja? Hát azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezek nem, nem riogatások, de van benne kétségtelen emelt hangon néha, vagy pedig hát udvar is a formában, hogy vigyázat, itt út elágazás van, és erre is lehet menni, de akkor ez a következménye, ha azonban arra megy, az a következménye, és a például most én is mások is egy bizonyos beruházás kapcsán, ahol a magyar Alföld közepén egy gigavállalatot akarnak létrehozni, import gázzal, kőolajjal, rengeteg víz kell hozzá, és 6-7-8-9 ezer operátor összeszerelő ember. Elmondjuk, hogy nem jó nem jó. legutóbb a miniszterelnök egy nem túl nagyívű beszédet mondott, és abban, mintha a kétszer meg lehetne volna említve, egyszer úgy, mint a jegybank elnökök itt morognak, és nem tetszik nekik a kurzus, meg hogy át-át jobb oldaliak azt mondják, hogy. Na most el tudom képzelni, hogy itt rám célzott, hát ha nem fogadja is meg, amit mondok, de legalább ilyen értelemben vagy hozzá, hogy a beszédírójához eljut az, amit az ember mond és ír, Egyébként hozzáteszem ezt a rádiót, ez biztos szemlézik, tehát amit én elmondok, talán nem túl sokaknak, de azt tudom, hogy egy erősebb vagy világosabb mondatom rezonál, mert a szakmában hallom is, hogy igen, ezt mondtad tegnap, és nagyon jó volt, vagy mondtad tegnap, de még azt mondhatad volna, hogy. Hát ez is hat valahogy, hogy a döntéshozókra közvetlenül nem hat, az biztos, hogy sose hat én ebben, nem akarok hinni, és igazából meg se hallottam ezt, mert én holnap reggel is elmondom, amit mondok, és már most is írok egy cikket, ami holnap után meg fog jelenni, és hát könyveken is dolgozom, amik majd megjelennek, és aztán valaki elolvassa, és azt gondolja az ember, hogy a maga, amit elszór, az hol körre hullik, hol satnyi a talajba, hol pedig százszorosat hoz, ez nem az én találmányom ez a biblia. Ezek a fórumok, amelyeken megszólalhat, ezek limitáltak. Ilyen szempontból milyen szerepet tölt be az ön életében a Klub Rádió? Én korábban is hallgattam, amikor még keveset szerepeltem, és hol egyetértettem, hol nem, de mindig érdekes volt. És most pedig rengetegszer hívnak ide, Szakemberként mondhatnám, hogy az európai műsorok azok, azok érdekesek, mert frissek, bár sokat tudok róluk, de nem eleget. A belpolitikaiak pedig nem sokat tudok róluk, és azért fontosak, mert belefülelek, hogy más mit gondol, mit kérdezés és mit, mit val. És hát van egy echo hatás is, hogy akikkel beszélgetek, ABC, azok tudom, hogy hallgatják, és ők reflektálnak arra, amikor én szereplek, vagy pedig valami, ami elhangzik, és elmondják nekem, hogy ez hogy jelent meg a klubrádióban. Tehát a hatás azért lehet, hogy nagy pont abban a körben, amelyre nekem is szükségem van meg az országnak is, azoknak a körében, akik el akarnak igazodni a mai nagyon nehéz körülmények között. Hát, hallgassanak, és hát ha kérdezik, akkor válaszoljanak. Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, közgazdásznak volt meg Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm nekik. szépen a meghívást. Kérjük, támogassa ön is a Klubrádió felmaradását. Köszönjük!